A győri futball egyik mecénása, aki nélkül immár több mint 10 éve alig kezdődik egy írmott meccs, 70. születésnapját ünnepelte. Ebből az alkalomból Horváth Ernő és Horváth Ferenc klub tulajdonosok köszöntötték Zalán Barnabást, és lepték meg egy írmóti mezzel. A soproniak pedig Sebőköt szerették volna meglepni ennél a szabadrugásnál, de nem tudták. A lövést a kapus a kapufára tolta, az ismétlés pedig éles szögből fölé vágta a csatát. Az első negyed óra végén még ennél is nagyobb helyzet maradt ki, immár a vendégkapu előtt. Simon Attila lépett ki egy nagyszerű indítással, de Henrik jól olvasta a gondolatát, és kitolta a hosszú sarokra szánt labdát. Az ismétlésen jól látszik, hogy mennyire jól ugrott ki a les határon a csatár, aki ezután elhibázta a hatalmas zicsert. Az első félidőben inkább a küzdelem dominált, kevésbé volt látványos a találkozó. A Sopron a korábban Gyirmótra érkező csapatokkal ellentétben nem húzta magára az ellenfelét, hanem felvállalta a nyílt harcot, de a sárga mezesek nem tudtak komoly fölénybe kerülni így sem. A 45. percben is kimaradt egy nagy lehetőség, Simon indult meg újra az SVS-e kapuja felé, de nem volt pontos a passza, ezért elmaradt a lövőhelyzet a támadás végén. És még volt idő arra is, hogy a túloldalon válaszoljanak erre a piros mezesek. Zabonsnyi kapott egy remek kiugratást, de Sebők rádölt a nem túl jól helyezett és nem is túl erős lövésre. A második félidőben aztán szinte egy új meccs kezdődött. Legalább 2 fokozattal nagyobb sebességre kapcsolt a listavezető, és nyomasztó fölénybe került. Egymás után dolgozták ki a hazaiak a helyzeteket, érett a gól az Alkofer stadionban, és nem is kellett sokáig várni rá. Az 51. percben egy kapu előtti adogatás végén Vas Patrikhoz került a labda, aki a 16-oson belül egy csel után kilőtte a hosszú sarkot. A többi eredmény ismeretében ez a gól akár 5 pontos gyirmóti előnyt is jelentett a bajnok esélyes számára. Vas Patrik lemásolta a dunaújvárosiaknak lőtt gólját, akkor szinte ugyaninnen talált be a szintén piros mezben játszó vendégcsapat kapujába. A vezetés birtokában sem vett vissza a tempóból a gyirmót, de nem tudott góra gólt lőni, mert az utolsó átadásokban a soproni védők mindig beletették a lábukat, így meg tudták óvni a kapujukat az újabb találattól. Ráadásul a támadásokra is nagyobb erőket mozgósítottak, és még a szerencse is melléjük állt. Így a csereként beálló Baracskai az elé pattanó labdát hatalmas erővel vágta a hálóba. Az SVS-e 3-asa vércseként csapott le a labdára, Sebőknek nem volt esélye, hogy hárítsa a lövést. 20 perc volt hátra ekkor még a mérkőzésből, és mindkét csapat próbálta megszerezni a vezetést. Itt Sebők és a partjelző állította meg a lesről kilépő csatát. Ezután jött a meccs egyik legszebb jelenete. Lázár sarokkal készítette le a labdát Tóth Norbertnek, de a csereként beálló center elődjéhez hasonlóan elhibázta a hatalmas zicser. Henrik kapus másodszor is óriási bravúrral védett. A szöglet után is villant a gyirmóti 9-es, de sarkozása a kapu mellé szállt. Ezután pedig Olá Gábor pillanatai következtek. A játékvezetőt mindkét oldalon próbára tették a játékosok, de sem a gyirmót, sem az SVS-e nem kapott büntetőt. A televíziós felvételek alapján úgy tűnik, mindkét eset a játékvezetőt igazolta. A slusszpoénra a 93. percig kellett várni. Ekkor egy SVS-e beadást hatástalanított Sebők, majd villámgyorsan indította Tóth Norbertet. A védő hibája is kellett ahhoz, hogy a csatárhoz kerüljön a labda, aki ennél az icernél tökéletes megoldást választott. A gyirmót így 2-1-re megnyerte a mérkőzést, Bene Ferenc vezetőedző pedig a második félidei játékkal mindenképpen elégedett lehet. Ugye még a Simon Attilának is megvolt a hatalmas gólhelyzete, meg volt 2-1 elleni helyzetünk, amit ketten vittük egy védőre, tehát azért ezen a szinten ezek nagyon-nagyon komoly gólhelyzetek. Tehát ha nem is mind a 4-et, de csak 3-at berúgunk, akkor ez egy sima mérkőzés. Viszont abban biztos voltam, hogy a Tóth Norbi 2 zicserben nem hibázik 2-t. Úgyhogy nagyon-nagyon bíztam benne, hogy a másikat berúgja. Érdekes módon még az első volt a nagyobb helyzet, de ő egy igazi fantasztikus sportember, aki mindig a legnehezebb szituációban lehet rá legjobban számítani, és pályafutásom során nagyon kevés ilyen alázatos, szerény emberrel találkoztam, úgyhogy ő egy igazi példakép itt a csapatnál, meg én úgy gondolom, hogy egész Győrvárosának példamutató azt, amit ő teljesít, és nagyon-nagyon fontos láncszem a gépezetnek, és most ő tette fel az íra a pontot. 3 győztes bajnoki után, tehát ez a hiba pecsételte meg a soproniak sorsát, ám Supka Attila bízik abban, hogy lendületüket nem veszítik el. Igazán nekünk nem a bajnok esélyes ellen kell nyerni, hanem nekünk azokat a meccseket kell hozni, amelyik a riválisokkal szemben játszunk. Természetesen ma is úgy jöttünk, hogy 3 pontot szeretnénk szerezni, ez látszott is a játékunkon, mert nem álltunk be védekezni. Megpróbáltunk az első perctől az utolsóig támadólag fellépni. Én bízom abban, hogy ez a lendület megmarad a játékosoknál, az az önbizalom, ami eddig is jellemezte a csapatot az utóbbi időszakban, ez ugyanígy a csapat részére megmarad, és a következő hazai mérkőzésen eredményesek tudunk lenni. A Gyirmót 2-1-es győzelmével 5 pontra növelt előnyét a tabellán, míg megyei riválisa maradt a 13. helyen, igaz, 1 győzelemre a 9-től.